Golubics néppellencei Gabriella a pandémia óta most látogatott el először a táncházba. Most először vagyunk ebben az évben, a Covid előtt többször eljártunk, de az közbeszólt akkor, és most élünk az új lehetőséggel. A látogatókat vonza a zene szeretete, valamint az a közösség, ami egy ilyen rendezvényen kialakulhat. Akik szívesen látogatják ezeket a programokat, fontosnak tartják a hagyományok ápolását is. Fiatalokkal, idősebbekkel itt találkozunk, barátságok kötődnek, jó mozgás. Ami gyors, azt nem csináljuk, ha már nem megy, de összességében a közösségépítés ez nagyon fontos. A horvát népzenei táncházaknak régi időkre visszanyúló történetük van. Már 2010-ben is vonzott érdeklődőket ez a rendezvény. Már valójában ezek a táncházak még az ifjúsági, annó ifjúsági házban kezdődtek, benne a központban. A Tanácnéptánc Együttesnek a vezetője Szávai József, illetve a Vizin zenekarnak az alapító tagja Vizin Antus és zenekara tartották ott az első táncházakat az ifjúsági házban, és valójában a 2010-ben, amikor Pécs városa Európa kulturális fővárosa lett, és ide költöztünk mi is, mint a táncegyüttes, illetve az ifjúsági ház megszűnt, akkor költöztek ide át a táncházak. Én még nagyon régen Szávai Józseffel kezdtem el tartani a táncházakat, és ez a zenekar, aki majd ma este fog zenélni, itt már csak kettő olyan tag van, aki Vizin Antusnak a tanítványa volt, a többiek már fiatalabb generáció, és hát így a Vizin zenekarnak a különböző nemzedékeivel kezdve tartottam a táncházakat, és most idáig jutottunk, hogy ezzel a zenekarral tartjuk. Tehát ezzel a sokadik generációval és más tanítványokkal. Szávai József nagyon sokáig, illetve Józsival együtt nagyon sokáig tartottuk a táncházakat, aztán valahogy átruházódott rám, és akkor azóta én vezetem, illetve vannak néha segítőim. Ma sajnos nem tud itt lenni, de egyébként Stanics Balázs is, az egykori táncosunk, ő is szokott besegíteni, vagy más táncosok. A Pécsi Zsolnai negyed E78-as koncerttermében minden hónap utolsó péntekén rendeznek horvát, déli szláv zenei táncházat. Egy ilyen rendezvény nem csak a szórakozásért felel, kulturális és közösségi értékeket is képvisel. Vélin Vesna oktatja a táncot, nagy tapasztalata és türelme van. Mint magyarországi horvátként, a mi hagyományainkat őrizzük, próbáljuk továbbadni az érdeklődőknek, illetve a horvát származásúaknak is, akik eljönnek, ezzel népszerűsítve a mi kultúránkat. Én úgy látom egyébként, hogy nagyon sok ember, legyen az magyar, legyen az horvát származású, de most itt inkább a magyarokra térnék ki, akiket ez a kultúra érdekel, szeretik ezeket a táncokat, szívesen jönnek, és én mindig azt szoktam mondani, hogy valójában én úgy gondolom, hogy azért, mert a kör az befogad, és általában a horvát vagy a déli szláv táncok azok körtáncok, vagy félkör, lánctáncok. Tehát, hogy ez a kör, vagy a félkör, vagy a lánc, az befogadja az embert. Nem kell, és nem probléma, hogyha esetleg nem párban jövünk táncolni, hanem egyedül, vagy csapatban. Tehát a kör mindenkit befogad. Legyen az jó táncos, gyengébb táncos, bármi. És én azt hiszem, hogy ez a vonzereje ennek a táncháznak, és nem csak itt, hanem bárhol, ahova elmegyünk. A táncházban a zenéért egy magyarországi horvát nemzetiségi hagyományokat követő zenekar volt a felelős. Igyekeznek a repertoárukkal, valamint színpadi megjelenésükkel is a hagyományok ápolására törekedni. A zenekar, aki a mai táncházban fog zenélni, egy horvát nevet viselő zenekar, ez a Missziá tambura zenekar, és a Missziá magától értetődően missziót jelent. Ugye mi ennek a zenekarnak a missziója, mi a küldetése? A magyarországi horvát népzene és ezzel együtt a tamburazene megőrzése és ápolása. Mi ezt a hagyományőrzést megpróbáljuk a kinézetünkkel is, a színpadi megjelenésünkkel is megpróbáljuk tükrözni, a repertoárunkkal is megpróbáljuk tükrözni, illetve hát azzal a tevékenységi körrel, amivel rendelkezünk, megpróbáljuk visszaadni azokat a kincseket, amiket mi az őseinktől örököltünk, és amit szeretnénk, hogyha tovább örökítenénk, sikerülne tovább örökíteni. A mai rendezvény az egy horvát táncház, magyarországi horvát táncház, esetleg egy kicsit délebre is el szoktunk menni a vége felé.
Többségében magyarországi horvát, tehát tradicionálisan bácskai táncok, Pécs környéki pécsi táncok, drávamenti táncok, esetleg becsúszhat egy-kettő muramenti tánc is, ugye ezek magyarországi horvát táncok, és a táncház második felében már megjelenhetnek azok a zenék is, ugye ezt most feltételes módban mondtam, mert ezt nem szoktuk megbeszélni előre, azok, amik így már a bálokba, bulikba is előfordulhatnak, például egy-két szerb tánc, egy-két makedón, esetleg bolgár. Ezek a kulturális rendezvények nem csak a látogatóknak adnak kulturális értékeket. A zenekar szempontjából is hasznosak ezek a projektek, hiszen egy ilyen csoporton belül a jó közösség kialakulása az egyik legfontosabb. Mi nem csak zenész kollégák vagyunk, hanem nagyon jó barátok is vagyunk, tehát a magánéletben is sok időt töltünk együtt, nem csak zenével. Vannak zenész barátaim, kollégáim, akik egyetemisták, vannak hála Isten olyanok, akik a kezem alatt nőnek föl az egyetemen. Úgyhogy nekünk ez az elsődleges, hogy az együtt töltött idő, az teljesen mindegy, hogy zenével telik, a munkával, vagy esetleg szórakozásra, az mindig jó minőségi idő legyen. A közösség fejlesztés az a legfontosabb cél, ami ilyenkor mindannyiunk előtt kell, hogy lebegjen. Ezt mi a zenekarba gyakoroljuk, és hát persze a rendezvényeken is azt gondolom, hogy mindent megteszünk annak érdekében, hogy ez megtörténjen. Az előző évi tapasztalatok azt mutatják, hogy hatalmas érdeklődésnek örvend ez a program, ezért a nyári hónapokig folyamatosan megrendezik. A legkisebbektől a legnagyobbakig bárki megtalálhatja a helyét, minden érdeklődőt szívesen várnak.